néztem apát mindig, hogy hogyan tud játszani, gitározni, és megtetszett. De először én dobolni tanultam meg. A kiskoromban apának volt egy zenekara, és ott mindig beálltam, kicsit ütöttem, és apa felfigyelt rá, hogy jó ritmusérzékem van, és így kezdtük el a dobot tanulni. Aztán közben megtetszett a gitár is, és abba is belekezdtem, és hát mind a kettő tetszik, a dob meg a gitár. Mióta tanulsz gitározni? Ugye téged az édesapád tanít, ez neked mennyire könnyebbség? Itthon mennyit gyakoroltok együtt? Hát együtt is szoktunk, de egyedül azért többet gyakorlok. Úgy egyedül minden nap egy órát, két órát, reggel, délelőtt egy órát, meg délután egy órát. Mennyire megterhelő ez neked? Mert azért te még gyerek vagy, és gondolom szeretsz szórakozni, játszani. Igen, hát nem megterhelő. Egyszer-kétszer kell mondani, hogy azért Attila ülj le gitározni, de nem. Voltunk Splitbe nemzetközi gitárversenyen, és ott ötödik lettem, és ott felfigyeltünk egy ilyen lapra, egy ilyen hirdető lapra, ahol hirdették ezt a brunói versenyt, és megnéztük az interneten, és láttuk, hogy az én korcsoportomban úgy van, hogy én vagyok a legidősebb, és akkor ez úgy jött. Mi volt a feltétele a versenynek? Milyen darabokat kellett vinni? Hát ő egy kötelező volt, de a többi az, amit akartál. Egy kötelező darab, ami cseh zeneszerzőtől kellett játszani, az egy Jaroszláv Kormundától egy valsz, aztán egy Borsodi Barna darabot játszottam, egy Giuliani Graziosót, és Farkas Ferenctől a Tinót. A verseny után a zsűri az például utána azonnal gratulált nekem, meg a gyerekek, akik utána meg előttem játszottak. Ha már említetted a gyerekeket, mennyire hallgattál bele az ő darabjaikba, és mi volt a véleményed, hogy te mitől különbözöl esetleg tőlük? Hát amikor a versenyen magán, amikor játszottak, ott nem hallgattam, csak úgy előtte, amikor mindenki gyakorolt. Hát akkor egy picit úgy éreztem, hogy lazább darabokat játszanak, de mert meg is lepődtem, mert azt hittem, hogy az én korcsoportomban játszik egy fiú, nagyon komoly darabokat, de aztán rájöttem, hogy az a második korcsoportban van. Akkor ott megijedtem, de úgy éreztem, hogy kicsit lazább darabokat játszanak. Az első, és hát nyakamba tettek minden gitártokot meg, amit nyertem. Alig tudtam elcipelni. Hát. És összefoglalva, mit mondanál, milyen tapasztalatokkal gazdagodtál ezen a versenyen? Hát
esetleg mást is hallottál, vagy... Hát a mesterek, azok nagyon tetszettek. Inspiráltak, gondolom, ugye, hogy igen. Tovább csináld azt a pályát, amit elkezdtél. A jövőben mit szeretnél kezdeni ezzel a tehetséggel? Hát azt még nem tudom pontosan, de már vannak terveim. Szeretném, amit a testvérem most csinál az egyetemen, aztán a mesterin szeretném, és át szeretnék menni a természettudományira. Tehát ez a cél. Igen.